Javuló foglalkoztatás. A tavalyi évben átlagosan több mint 4.350.000-en dolgoztak Magyarországon. Számuk 2015-höz képest több mint 3,6%-kal nőtt. Változott a rendelet. Januártól lehetőség van a 15 napon túli koporsós temetésre. Hamvasztás esetén pedig 90 nap áll rendelkezésre arra, hogy az elhunytat végső nyughelyére helyezzék. A tavalyi évben átlagosan több mint 4.350.000-en dolgoztak Magyarországon. Számuk 2015-höz képest több mint 3,6%-kal nőtt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A munkanélküliségi adatok is kedvező képet mutatnak. 2016 végén 205.000-en voltak állástalanok az országban, az éves munkanélküliségi ráta pedig 1,7%-ponttal 5,1%-ra csökkent a 2015-ös évhez képest. A KSH adatai szerint 2016 negyedik negyedévében a munkanélküliségi ráta 1,7%-ponttal 4,4%-ra csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az éves munkanélküliségi ráta 5,1%-os értéke pedig 1,7%-ponttal volt alacsonyabb az előző évinél. A statisztikai hivatal mérése szerint a Magyarországon foglalkoztatottak száma 2016 utolsó három hónapjában 3,6%-kal haladta meg a 2015 év végén mért adatokat. 2016-ban éves átlagban a foglalkoztatottak száma 4.352.000 fő volt. Ez azt jelenti, hogy az előző évhez képest, tehát 2015-höz képest 141.000 fővel többen dolgoztak, a munkanélküliek száma pedig 73.000 fővel csökkent. Ez a 141.000 fős növekedés, ez 90%-ban az elsődleges munkaerőpiacon jelentkezett, de némileg a mintavételi hiba határon belül nőtt a közfoglalkoztatottak és a külföldön munkát vállalók száma is. Az adatok szerint 2016-ban átlagosan 235.000-en voltak munkanélküliek, az állásnélküliek száma minden korcsoportban csökkent. A munkanélküliség átlagos időtartama 17,9 hónap volt, a munkanélküliek 46%-a legalább egy éve keres állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számít. Területi összevetésben az állástalanok száma leginkább az észak-alföldi régiókban csökkent. A foglalkoztatottak száma, illetve a foglalkoztatási arány az minden régióban emelkedett. A legjelentősebb mértékben 4%-ponttal az észak-alföldi régióban történt a kedvező irányú elmozdulás. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ennek kedvező folyamatok ellenére a megyénket, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét tekintve a munkanélküliségi ráta azért több mint kétszerese a rekordalacsonynak tekinthető országos átlagnak. És a foglalkoztatási arány is valamivel az országos átlag alatt alakul a megyénkben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2016. decemberében 28.416-an voltak munkanélkül, számuk több mint 17%-kal, azaz mintegy 5.900 fővel csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Előzetes letartóztatásba helyezte a nyíregyházi járásbíróság azt a férfit, aki január 17-én rabolt ki egy nyíregyházi dohányboltot. A 22 éves H. György késsel a kezében szólította fel az alkalmazottat, hogy a pénztárban lévő összeget adja át neki. Az alkalmazott félelmében a pénzt átadta, a gyanúsított ezután a helyszínről elmenekült. A bűncselekménnyel 80.000 forint kárt okozott. A bíróság álláspontja szerint a bűncselekmény tárgyi súlya kiemelkedő, valamint megalapozottan fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. A végzést az előzetes letartóztatásról a gyanúsított tudomásul vette. A védőnek három nap áll rendelkezésre a nyilatkozattételre. Január 1-től megváltozott a temetőkről és a temetkezésről szóló kormányrendelet. A jogszabály lehetőséget teremt a 15 napon túli koporsós temetésre, hamvasztás esetén pedig 90 nap áll rendelkezésre arra, hogy az elhunytat végső nyughelyére helyezzék. A szakemberek szerint ugyanakkor a temetési szokások is megváltoztak. Növekedett az urnás temetések száma a hagyományos koporsós temetésekhez képest. A jelenlegi szabályozás szerint az elhunytat koporsós temetés esetén 15 napon belül el kell temetni.
Az ezen túli temettetésnek pedig két feltétele van. A holttestet folyamatosan hűteni kell, és a hozzátartozónak kérelmeznie kell az illetékes járási hivataltól egy erről szóló engedélyt. Ez legfeljebb a halott vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 45. napig szólhat. A hamvasztásos temetéskor a hamvasztást követően 90 nap áll a hozzátartozók rendelkezésére arra, hogy az elhunytat végső nyughelyére helyezzék. A változtatás előnye, hogy több időt biztosít szociális temetés esetén az elhunyt hozzátartozóinak felkutatására, normál szertartásnál pedig a temetési ceremónia megszervezésére. A hozzátartozók felkutatása, illetve hát sok esetben a például büntények esetén, megfagyások esetén, nem természetes halál alá hunytak esetén a személyazonosság megalapítása szintén olyan kérdés, ami időigényes, és ezért volt szükség arra, hogy kitolják a temetésnek a határidejét az elhalálozáshoz képest. A tapasztalatok szerint az elmúlt években megváltoztak a magyarországi temetkezési szokások, mivel egyre több hozzátartozó kéri az elhunyt urnás temetését a hagyományos koporsóshoz képest. A szakember szerint a jövőben is növekszik majd a hamvasztások száma, aminek több oka is van. A kismértékben is, de egy urnás temetés költsége kisebb, mint egy koporsós temetésé. A másik talán a szokásokban és a modernizációban rejlik. Egy urnával mobilisabb az egész család. Tehát, hogyha például más vidékre költöznek, és a szeretteiket maguk mellett akarják tudni, akkor el tudják vinni az urnát magukkal. A harmadik pedig kulturális szokásokban, illetve közösségi értékekben gyökerezik, azt gondolom. Tehát, hogyha például vidékre megyünk egy kisebb közösségbe, ott még mindig tradicionális temetési módok, tehát koporsós temetés van döntően. Ahogyan városokba, nagyobb városokba megyünk, majdnem azt mondanám, hogy ahol az értékek egy picit lazábbak és sokrétűbbek, és gyorsabbá válik, felfokozottabbá az élettempó, ott inkább az urnás temetést részesítik előnyben. A temettetés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások árai településenként különbözőek. Egy koporsós temetés átlagosan 200-350 ezer forintba, egy hamvasztásos urnás temetés pedig 150-250 ezer forintba kerülhet az elhunyt hozzátartozóinak. A házi segítségnyújtás ellátási időkorlátairól, a jogosultsági módozatokról és az úgynevezett befogadás köteles tevékenységekről is tájékozódhattak a szociális intézmények munkatársai Nyíregyházán. A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének konferenciáján mintegy 100 intézmény képviselője vett részt. A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete, röviden SZIME, 1997 óta működik érdekvédelmi szervezetként, hangzott el az Egyesület Nyíregyházi konferenciáján. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagozat titkára kiemelte, a térségben dolgozó szociális szakembereket, intézményeket segítik, többek között a jogszabályi változásokról értesítik őket. A civil és állami fenntartás alatt működő szociális intézményeknek jelenleg nincs módszertanuk, ahova a szociális intézményvezetők, szakemberek fordulhatnának segítségért, és ez így évelején különösen aktuális, hiszen a 2017-es évi jogszabályváltozásokat karácsony előtt kaptuk kézhez, és ez felkészülést igényel. Ezért szerveztük meg ezt a mai napot több mint 140 résztvevővel. Ez körülbelül 100 intézménynek a képviseletét jelenti. Ez is bizonyítja, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szociális szakemberek szeretnék jól csinálni a szociális alap- és szakellátást, és ki vannak éhezve az információkra. A rendezvényt az Egyesület és a Debreceni Egyetem egészségügyi karának szoros együttműködése miatt az oktatási intézményben tartották. A kar dékán helyettese kiemelte, a megfelelő szakmai utánpótlást ők biztosítják az ágazatnak. A kar alapítása óta, tehát 1990 óta rendelkezik azzal a jogosítvánnyal, hogy szociális munkásokat képezzen. Ugye a mai rendszerben ezt már úgy kell hívni, hogy szociális munka alapszak. Erre ráépítve tudtunk akreditáltatni két eléggé unikális mesterképzést. Ugye 2008-ban indítottuk el az egészségügyi szociális munkamesterszakot, utána pedig 2010-ben a szociális munka és szociális gazdaság mesterképzést. A szakmai konferencián az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik főosztályvezetője is tartott előadást. Bódi Éva kiemelte, a szférát érintő változások zöme a házi segítségnyújtással kapcsolatos. Többek között törlik az ellátotti szerződésekből, hogy kinek hány órányi gondozásra van szüksége. A főosztályvezető hozzátette, a változás módosításokkal kapcsolatos jelentéseknél is vannak újítások.
Minden, ami jogutódlás, tehát a fenntartó átadja, mondjuk egy önkormányzat átadja egy civil szervezetnek, vagy egy egyházi szervezetnek a szolgáltatását, vagy új szolgáltatást szeretne a fenntartó indítani, az befogadás köteles. És ez a befogadás köteles tevékenység abban újul meg, hogy ebben az évben a miniszter közleményében megjeleníti azt a két dátumot, amíg a befogadásokat adott fél évben elbírálják, és azt a dátumot is megjeleníti, amikor az adott két dátum befogadására be lehet nyújtani ezeket a kérelmeket. A szakember hozzátette, már nem csak az minősül szakképzett gondozónak, akinek van már végzettsége, hanem például az is, aki jelenleg részt vesz valamilyen képzésben, vagy vállalja, hogy két éven belül megszerzi a szakképesítést. Megnyílt a Nyíregyházi József András Múzeum idei első időszaki tárlata. Boros György fotóit hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Harmadik felkészülési meccsén második győzelmét aratta a Törökországban edzőtáborozó kisvárdai futballcsapat. A Várda Ese csapata nyerte a Máté Szalkán megrendezett kispályás női foci tornát. Megnyílt a Nyíregyházi József András Múzeum idei első időszaki tárlata. Boros György fotóművész az elmúlt 20 évben készült fotóiból állította össze jelenlegi kiállítását. A monumentális méretű képeken az alkotó egyik legkedvesebb nyíregyházi helyszínét, Sóstút láthatják az érdeklődők. A kiállítást maga a művész nyitotta meg, mert úgy érzi, így a leghitelesebb. Egy fotósok számára kiírt pályázat eredménye a jelenlegi tárlat, közölte Boros György. A fotóművész így 12 darab nagyított képpel nyitotta meg a József András Múzeum kiállításainak sorát 2017-ben. Mint mondta, szerinte akkor hitelesebb a tárlat, ha maga a szerző mutatja be azt. Azt választottam ki, amelyikről úgy gondoltam, hogy na ezt most megnézném nagyba. Ilyen nem teljesen tudományos módszerrel. Nagyot hibázni nem lehetett volna, mert igazából úgy gondolom, hogy maguk a képek is jók kicsibe, tehát azt a nyilvánvaló csapdát, hogy azért csinál valaki valamit a képekkel, hogy amikor már amúgy is van egy millió baja, most már ne legyen több, akkor ezt elkerüli, mert egy jó képpel ezt megcsinálni, az egész más, mint egy rosszal. Az 1 méterszer 1,4 méteresre felnagyított monumentális képeken a 10-20 évvel ezelőtti Sóstól látható. Ez a művész legkedvesebb gyermekkori helyszíne. Az analóg géppel készített fotókat korszerű technikával újította fel a kiállításra. A tárlattal a Magyar Művészeti Akadémiától is meghívást kapott, így 3 képet Budapesten is láthat a közönség péntektől. A József András Múzeum több tárlattal is várja majd a látogatókat 2017 tavaszán. Márciusban megnyitnánk egy másik művész kiállítását, Csizmadia Zoltán festőművészét, aki Máté Szalkáról indult valamikor, most Budapesten és a Dunántúlon él, mint egy életmű kiállítás, hiszen Zoli bácsi már benne van a korba, hál' Istennek, de nagyon szép munkái vannak. Még márciusban nyitnánk egy vendégkiállítást Lengyelországból, a Minszk Mazowiecki Ulánus Múzeumból, Ulánusok címmel, és ezt pedig szándékosan a huszárkiáltás mellé tesszük, hiszen ez volt a két híres könnyűlós fegyverem, a magyar huszár és a lengyel Ulánus. Boros György fényképek Sóstorról című tárlata február 28-áig látogatható a Nyíregyházi József András Múzeumban. Harmadik felkészülési meccsén második győzelmét aratta a Törökországban edzőtáborozó kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese az orosz Volgár Asztrahántól elszenvedett 3-2-es vereséget és a szintén orosz Shakhtar Donetsk U21-es csapata elleni 4-0-ás győzelmet követően ma délelőtt a grúz FC Csikura Sakere gárdáját verte 2-0-ra. Az elmúlt hét közepe óta a törökországi Antáliában edzőtáborozik a kisvárdai futballcsapat. A 26 játékos és a szakmai stáb az első két napban nem élvezhette az időjárás kegyeit, azóta viszont tökéletes körülmények között, és ami a legfontosabb, füves pályán készülhet a tavaszi bajnoki folytatásra az NB2 5. helyén álló együttes. Révész Attila tanítványai már túl vannak 3 edzőmérkőzésen. Az
első meccsen egy nagyon erős, agresszív, rengeteget futó és technikás együttes ellen az első fél időben elfogadhatót nyújtottunk, ekkor vezetünk is 1-0-ra. A második fél időben pedig egy picit érződött a fáradtság, ami az utazás miatt, illetve a több edzés miatt érthető valamelyest, és hát elkerülhető gólok miatt kikaptunk 3-2-re. Ugyanakkor nagyon nagy jelentősége volt a meccsnek, mert hűes pályán tudtunk játszani. A rákövetkező két mérkőzésünkön és a Sátyor Donyec elleni 21 ellen olyan teljesítmény nyújtottunk, ami várható tőlünk. Ott 4-0-ra győztünk, mai nap pedig egy grúz első ligás csapat, amely a tavaly bajnokságban az első helyezett, a Csikura nevezetű csapat ellen egy 2-0-as győzelmet szereztünk. A szakember elmondta, hogy valamennyi játékossal elégedett, az új szerzemények pedig az eddigi tapasztalatok alapján erősítés jelentenek majd tavasszal. Azt gondolom, hogy nem tűnik kincserő optimizmusnak, és nem vagyok talán nagyképű, azt mondom, hogy lényegesen erősebb most a keretünk, mint az ősz folyamán volt. A Horváth Zoli már ugye 8 gólnál tart, most már Rajci Peti is betalált ma, a középpályásaink is gólképesek. Lényegesen javult az átlagmagasságunk, ez a pontugásoknál fog majd kamatozni, mind a védekező, mind a támadó résznél, és azok a játékosok, akik jöttek, hiányposztra jöttek, lényegesen többek vagyunk. A Bacsával nagyon felgyorsultunk, Horváth Adrián nagyon nagy intelligenciával rendelkezik, a Horváth Zoli pedig a centerünk, ugye támadó játék nagyon-nagyon nagy segítségünkre van. A kisvárdai csapat pénteken a macedón első osztályban szereplő Szilex ellen lép pályára, majd szombaton hazautazik az együttes. A Várdás a csapata nyerte a Máté Szalkán megrendezett kispályás női foci tornát. A második helyen a Sárospatak, a harmadik helyen pedig a Mezőberény végzett a 10 csapatot felvonultató mezőnyben. A hazaiak a 8. helyen zártak. A felkészülési időszakban nem csak a férfi, hanem a női futballcsapatok számára is rendeznek tornákat a megyében. Máté Szalkán harmadik alkalommal mérhették össze tudásukat a tavaszi bajnoki folytatásra készülő együttesek. Ezúttal 10 gárda fogadta el a szervezők meghívását, a megyebeli csapatok mellett Kecskemétről, Mezőberényből és Sárospatakról érkező vendégek is pályára léptek a városi sportcsarnokban. Egy hatalmas színvonalú, nagyon jó rendezvényen vagyunk túl ismét. A jövőben mindenképpen az a célunk, hogy Máté Szalkán a női futball szakágát még jobban kiszélesítsük, ezért is szervezzük ezeket a tornákat. A következő tornánk február 12-én vasárnap lesz szintén 10 csapattal egy U15-ös teremlabda torna, ahol Szolnokról, Cigándról és a megyéből érkeznek majd csapatok. Úgy gondolom, hogy Magyarországon egyre népszerűbb a női futball, ezt mutatja az is, hogy válogatott labdarúgók tömkelege külföldön futballozik, tehát ez a szakág is egyre jobban teret kap szerte a világon, és Magyarországon is egyre jobban fejlődik. A Máté Szalkai MTK elnöke szerint is fontos, hogy a kisebb egyesületekben is egyre több hölgy rúgja a labdát. Látható az, hogy amit a MLS női szakágvonalon eltervezett a magyar labdarúgásban, az most már a vidéki centrumokban is egyre inkább kiteljesedik. Ennek egyik állomása volt ez, de természetesen a női csapatunk már ezt megelőzően 2 labdarúgó tornán vett részt, téli teremtornán, és a felkészülésük januárban elkezdődik, a márciusi versenyidőszakra gondolom teljes mértékben tudnak majd olyan felkészültségi szintre kerülni, hogy a bajnokságban a dobogós helyezés bármelyikért ringbe szálljanak. A tornát a szatmárnémetiek helyére beugró Várdaese nyerte veretlenül. Szabó István együttese a döntőben 3-1-re verte a Sárospatak csapatát. Kicsit félve készültem a tornára, mert megmondom őszintén, korban a lányok, ők nagyon fiatalok még ehhez a, tehát így mondom, ehhez a felnőtt futballhoz. A nagyobb többség az U18-as és U15-ös játékosok közül került ki, úgyhogy így végképp öröm számunkra az, hogy meg tudtuk nyerni a tornát. Nagyon összetartó csapat vagyunk, mindenki tud egyik a másikért harcolni, és hogyha valaki egy picikét mélypontra került egy mérkőzés, és a többiek ki tudták segíteni. Ez így volt az utolsó meccsen is, nagyon jól fel tudtunk pörögni, és szerintem ez okozta azt, hogy végül is egy sokkal jobb képességű csapatot, egy futsalos Sárospataki csapatot le tudtunk győzni 3-1-re. A harmadik helyen a Mezőberény, a negyediken pedig az Ófehértó végzett. A rendező Máté Szalkai MTK a 8. helyen zárta a tornát. Nagyon sokat gyakoroltunk, és tényleg mindenki oda tette magát, de hát most csak ennyi, tehát majd legközelebb. A tornán külön díjakat is kiosztottak a szervezők. A gólkirályi címet a sárospataki Takács Brigitta szerezte meg, a legjobb kapusnak a kisvárdai Veres Juliannát, a legjobb játékosnak a mezőberényi Szabó Tündét, a legjobb hazai játékosnak pedig Molnár Kirát választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban.
A tavalyi évben átlagosan több mint 4.350.000-en dolgoztak Magyarországon. Számuk 2015-höz képest több mint 3,6%-kal nőtt. A munkanélküliségi adatok is kedvező képet mutatnak. 2016 végén 205.000-en voltak állástalanok az országban, az éves munkanélküliségi ráta pedig 1,7%-ponttal 5,1%-ra csökkent a 2015-ös évhez képest. Január 1-től megváltozott a temetőkről és a temetkezésről szóló kormányrendelet. A jogszabály lehetőséget teremt a 15 napon túli koporsós temetésre, hamvasztás esetén pedig 90 nap áll rendelkezésre arra, hogy az elhunytat végső nyughelyére helyezzék. A szakemberek szerint ugyanakkor a temetési szokások is megváltoztak. Növekedett az urnás temetések száma a hagyományos koporsós temetésekhez képest. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 1-én szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk Önöket. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel, a téli csapadékos időt okozó légörvény kelet felé vonul, emiatt holnap már inkább csak északkeleten várható eső, néhol ónos eső. Az éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, havazás ónos eső egyaránt várható, a változó irányú szél gyenge marad, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, az esti óráktól párássá válik a levegő, köd is képződhet, eső, ónos eső egyaránt valószínű, a változó irányú szél mérsékelt marad, délutánra 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban változékony időre számíthatunk, a hét végén és a jövő hét elején többször megnövekszik majd a felhőzet, de hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt, eső, zápor szinte minden nap előfordulhat. Enyhül az idő, az ország nagy részén fagymentesek lesznek az éjszakák, és délután 10 fok körüli értékeket mérhetünk. A jövő hét közepén derült, napos, ám ennek ellenére ismét egyre hidegebb időnk lesz.